Punika gránátumnak a termős változatát szeretném bemutatni. Ez egy gyakorlatilag ilyen 2-3 literes cserében kapható, az egyik legkedveltebb gránátalma fajta, amit tőlem visznek. Van még a parfiniáka, meg van egy pár fajta, de gyakorlatilag ezt a termős változatot viszik a legtöbben. Nagyon szép sövény alakítható belőle, ki nagyon jól áttele, Magyarország bármelyik részén áttele. Azért persze, hogyha tudjuk, akkor nem árt mondjuk inkább egy déliesebb fekvésre tenni, egy könnyen felmelegedő helyre, fajzugos területre, hogyha lehet, akkor ne tegyük. Több videóm is van arról, hogy hogyan kell egyébként teleltetni, pláne fiatalok korában, hogyan kell visszanyírni, hogyan alakíthatunk belőle ki szolitár bokrot, de alapvetően úgy, ahogy a mediterránumban látjuk, gyakorlatilag szabadon állóan nyírhatjuk, alakíthatjuk, csinálhatunk belőle sövényt, tulajdonképpen tényleg bármit csinálhatunk belőle. Nagyon kedves, nagyon kellemes a levele, nagyon kevesen ismerik még annak ellenére, hogy már évtizedek óta jelen van Magyarországon. Kertészetemben ilyen termős változat is megvásárolható, úgyhogy gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy hát egyek mindenképpen érdemes ültetni, de a gyakoribb az, hogy ilyen 2-3 darabokat szoktak tőlem vásárolni a kertbarátok, és akkor lényegében ilyen foltokat vagy csoportokat alakítanak ki belőle, vagy mondjuk egy kisebb sövény. Úgyhogy hát ebből a termős állományból válogatok, amikor tőlem rendel valaki, ezek most július közepén most ilyen 40-50 centis példányok, de simán valamikor 60-80 cm-es állományjal állok a tőlem vásárlók rendelkezésére, ezért mindig évtől meg évszaktól, mert nagyon sok mindentől függ. Gyakorlatilag ez a legstandardabb méret, azért ennél sokkal kisebbet inkább csak koratavasszal szoktunk kiadni, illetve hát néha van olyan szerencsék, ami nagyon fontos, hogy ez magyar állomány, tehát nem Olaszország import, úgyhogy ezért merem azt rámondani, hogy szinte biztos át fog telelni önnél is, nem lesz ebből probléma. Áruházban nagyon sok helyen lehet látni ilyen olasz meg holland importot, hát ott azért már szoktak lenni problémák a télen, egész egyszerűen nem tud a növény fölkészülni. A lazább, mediterránabb éghajlat után a nagyon kemény, hideg, kontinentális magyarországi térre, úgyhogy érdemes magyar termesztőtől vásárolni ezeket a punikákat, mint ahogy egyébként mindent.